Szevasztok, motorrevű rajongók, motorrevű követők és motorrevű olvasók mindenféle fórumon. A Fogt Motorhoz jöttünk egy érdekes esemény kapcsán, ugyanis a Fogt Motor bővítette a modellpalettát, a portfóliót egy új brenddel, a Climb-mal. Németesen Klim, angolosan Climb. Ez egy amerikai cég, 1984-es alapítású talán, 2010 óta vannak benne a motorkerékpár cucc gyártásban. A cég az igazából egy érdekes vonalról érkezett az extrém sportok világából, hegymászóknak, favágóknak, jetskiseknek és hószánosoknak gyártott egy jó ideig, illetve gyárt a mai napig ruházatot, és miután itt az igénybevétel hasonló a motoros igénybevételhez, úgy gondolták 2010 környékén, hogy belevágnak a motoros cuccok gyártásába. Nekünk felajánlottak tesztre egy kifejezetten jónak tűnő szettet, úgyhogy ezt jöttünk átvenni, és aztán beszámolunk majd róla folyamatosan, hogy mit tapasztaltunk esőben, hóban, sárban, hidegben, melegben, motorozás közben, és remélhetőleg esés közben nem. Szevasztok! Szava Balázs. Úgy írják, hogy K-L-I-M, ennek ellenére Climb-nak, mint a mászni Climb, tehát így kell ejteni, ezt erre a honlapjuk külön felhívja a figyelmet. Egy amerikai cégről van szó, amelyek a gyökerei, az gyakor, tehát Idaho-beli cégről, ez ott északon és középen van valahol. Állítólag a helyben is látszok zöme télen hószánozik, nyáron pedig, vagy tavasszal össze, nyáron pedig motorozik. Sokat offroadoznak, úgyhogy az ottani közösség elég sokat tud arról, hogy mire van igazából egy offroadosnak szüksége, egy olyan embernek, aki sportszerűen közlekedik télen nyáron. Állítólag, amikor hószánosok voltak, az alapító már akkor azt látta, hogy a piacon gyakorlatilag nincsenek olyan cuccok, olyan göncök, amik jól védenek, jól temperálnak, és ugyanakkor elég mozgásszabadságot biztosítanak a kedvenc hobbiához, egy időtöltéséhez, a hószánozáshoz, a motorozáshoz, és akkor kitalálta, hogy akkor majd ő meg fogja ezeket teremteni, saját tapasztalatai alapján kezdett el tervezni. A kezdeti tervek és elképzelések után felvették a kapcsolatot, ez egy nyitott dologságra utal, egyrészt a Gore-Tex-el, másrészt a Cordurával, meg a 3M-mel, meg még egy nagyon speciális cívzár gyártóval, aki állítólag a világ legminőségibb cívzárja gyártja, ez az YKK, így írják, nem tudom, hogy értik a nevét, ezekkel, és közösen tervezték innentől kezdve tovább a extrém körülmények között dolgozó, illetve sportoló embereknek a ruházatot, amit röviden a technikai ruházatnak lehetne talán fordítani. Először a hószánosokkal kezdtek, aztán favágók, nem tudom, tehát így a természetben dolgozóknak védő felszereléseket, védőruhákat, meg temperáló ruhákat állítottak elő és forgalmaztak. Ezzel olyan nevet szereztek, hogy beléphettek a igényesebb motorkerékpáros piacra, ahol viszont olyan eredményeket értek el aránylag rövid idő alatt, hogy a Polaris, a nagy Giga Polaris gyakorlatilag fölvásárolta őket olyan módon, hogy meghagyta a működési szabadságot, tehát maradtak egy Bike B nevű amerikai településen, ahol megalapították az egészet, és a fejlesztésbe se szólnak bele, viszont a fejlesztő részlegük rendelkezésre áll, és a pénzük is arra, hogy minőségi kutatásokat végezzenek, és minőségi anyagokból gyártsanak le dolgokat. Három kategóriába osztatok a motoros cuccaik, úgy mint adventure kategória, úgy mint túra és úgy mint street kategória. A legkeményebb, a majdnem golyóálló göncöket természetesen az adventure kategóriában gyártják. Ott a Bedlam számít egy ilyen non plus ultrának, és ez alatt egy fokkal van az a ruházat, amit mi megkapunk majd itt tartós tesztre, ahogy formáljunk róla véleményt. Előre eláruljuk, hogy az, amit most mondunk, amit most hallottok, azok egyelőre még a száraz tények, amiket a gyártóktól meg innen-onnan szedtünk össze. Ezek még nem tapasztalatok, nem fogunk semmiféle reklámdumának bedőlni, azt fogjuk nektek elmondani, leírni, megmutatni videóba, amik majd a tapasztalatok lesznek. Ami még lényeges, hogy egy szisztéma, amely a rendszerben gondolkodik a Climb, úgy néz ki, hogy
Climb-it akartam építeni, hogy ő itt a Climb-i rajta, sisak, stb. És most elvesztette fejét. Na, szóval azért, hogy ezt a rendszerben kell ezt a ruházatot elképzelni, a Jackie az tulajdonképpen egy, a külső réteg, az egy, ők úgy is fogalmaznak talán, hogy héj, ami egy kordúra erősítéses Gore-Tex anyag. A ruha tartalmazza a protektorokat, ezeket a D30-as protektorokat, amiről majd egy pár szót azért mondunk, és egyébként más nem. Amennyire látjuk így elsőre, önállóan is megállja a helyét mondjuk akár egy pólóval, de a Climb az alágyártott egy aláöltöző réteget, tehát amit közvetlenül a testeden viselsz, abból is több típus van, és van egy úgynevezett középső réteg, ez a mid layer, ez amit rajtam láttok, amit ilyen motoros pulóvernek, vagy nem tudom minek, termóanyagnak foghatnánk föl. Ebből is van háromféle, ezekkel lehet úgy belőni gyakorlatilag a felhasználás feltételnek megfelelően a komfortérzetet. Egyelőre még egyszer mondom, ez a száraz technikai ismertető, a tapasztalat majd ezután jön. Oké, akkor kabát! A Climb motoros termékpalettájának a csúcsán, ugye mondtam, az Adventure kategória, és azon belül is a Badland, tök jó név, a Badland ruhaszett áll. Ezt igazából még egy kemény, még egy extrém túrázó sem feltétlenül tudja kihasználni, ezt extrém világkörüli úton résztvevő motorosoknak ajánlja talán leginkább a maga a Climb. Annak, aki csak keményebb túrákon vesz részt, és egyébként még utcán is használja a motorját, ezt a második vonal, nem második vonalbeli, mert ez is a top kategóriához tartozik, de mondjuk az égkő, a korona égkő alatti egyel, ez a Carlsbad nevet viselő ruha. Láthatjátok, hogy néz ki, a rövid fazon. Ez azért rövid, és azért nem a kétharmados, meg egyébek, hogy egy nagyobb mozgásszabadságot adjon, hogyha aktívan motorozol, leginkább endurozol vele, vagy küzdesz az életedért. A külseje Gore-Tex, illetve erősített kordura, tapintásra is egy nagyon, nagyon masszív valami, rengeteg szellőzővel zsebbel ellátott, úgyhogy gyorsan végig is menjünk rajta. Két nagy zseb. Tépőzárral záródik, azért tépőzárral és nem cívzárral, mert kesztyűben valószínűleg egyszerűbb kezelni. Két nagyméretű zseb, amiben fölülről lehet benyúlni. Ugyanebben a két nagyméretű zsebbe, vagy alá van, ez ugye ez egy ilyen lebernyeges kidolgozás, hogy legyen mélysége is. Hátulról is be lehet nyúlni, innen viszont csak egy-egy patent zárja, hogy nagyjából felezi a zsebnyílásnak a távolságát. Ez a kettő, itt van egy úgynevezett ilyen Napóleon zsebnek szokták hívni, ez egy ilyen kisebb méretű zseb. A túloldalon van egy nagyobb méretű Napóleon zseb, ami egyben egy légbeömlő nyílás is, mert ez ilyen hálós, ez nem, de az meg ilyen hálós belső bélésű, hogy beengedje a levegőt. Itt van egy kisebb méretű mellzseb, aztán van még rajta egy kis péci, kis ilyen nagyjából hitelkártya méretű zsebecske, amiben Climb cuccot veszel, fölregisztrálsz és elküldöd az egészségügyi adataidat, mint allergiák, mércsapot, stb. Akkor legyártanak neked egy plastikkártyát, és az pont ide illik be. Ez azzal a szándékkal, hogyha valami baj történik veled, akkor SOS tudják az érkező orvos személyzet, mit kell róla tudni. Ugye van egy kétirányú cipzár, kifejezetten könnyen jól jár, pedig ez egy ilyen műanyaggal impregnált vagy védett cipzár, azért, hogy ne ázhasson be semmiképpen, elég hosszú az, hogy még akár egy vastagabb téli kesztyű is meg tudjad fogni, és könnyen jár. Ezek ugye oda-vissza két oldalról nyitható, ilyenkor a csukló átmérő nem változik, hanem az, hogy elkezd csapkodni, lebegni, hanem beáramlik a levegő. Ennek a másik első megfelelője az itt található, nem hónajnál, hanem inkább itt a mell oldalsó részénél, illetve, ha minden igaz, János, van ezen hátul, ahol még itt kell lennie, ugye? Még van kettő légkiömlő, ha úgy tetszik, és ez állítólag úgy átmossa az ember a motoros testét, ha ez minden nyitva van, hogy még a nagy melegekben is hordhatja ezt a felső részt, amivel azért van szükség, hogyha a pofára esel, akkor csúszol, ütőn, és szenvedsz, akkor ne sérüljél. Nagyon. Ha már esésről van szó, egyedülálló a Climb-nál az, amennyire tudjuk, mert ugye nem hallottunk máshol, egy úgynevezett Scratch programjuk, ami azt jelenti, hogyha valahol motorra pofára esel és a ruházat sérül, akkor ennek a jegyzőkönyvét elküldöd, rendőrségi jegyzőkönyvét, a baleset leírásának, beviszed a forgalmazóhoz, ahol vetted a ruhát, visszaküldítek a Climb-nak, és a Climb 5 évig, tehát a vásárlástól számított 5 éven belül olyan garanciát mer vállalni, hogy egy új ruhát, egy sérült ruhadarab helyett egy új ruhadarabot fog számodra kikézbesíteni. Még a protektorozottságáról, ahol is lekevernem, akkor mit csinálj vele?
A protektorozottságról akartam először, de akkor már fejezzük be ezt a zsebesdit. Belül még egy rakás zseb van. Tehát látható lent egy zseb, itt fönt egy ilyen nagyobb valamit bele tudsz állítani, aztán egy zsebben zseb, és egy ehhez hasonló pedig a túloldalon nem egy, hanem még kettő zseb. Tehát hogy ebben aztán tényleg úgy van, hogy ha mondjuk úgy érsz haza, hogy már alig bírod, és nem tudtad, hogy hova tetted a kulcsot, hát akkor áldani fogod ezt a rengeteg zsebet. Egyébként különben tényleg hasznos valószínűleg. Protektor, van, mint mondtam, ez a 30D, ugye, vagy mi volt a neve? D30-as protektorok vannak benne, mint említettük, ez jár a kabáthoz, hát, váll és könyök protektorok. Ezeknek a protektoroknak az a jellemzőjük, hogy ilyen natur állapotban, ahogy most itt benne van, ami elképesztően könnyen hajlik, veszi fel a formát, ami mozog alatta, jelen esetben a motoros háta, karja, nem tudom mi. Tehát ilyen szerkezet, egy nagyon mozgékony, könnyen hajló, nyeklő-nyakló anyag, perforált, tehát egyben szellőzik, nincs az, hogy bevizesedsz alatta, és állítólag az a jellegzetessége, hogy így ugyan puha, viszont hogyha ütés éri, tehát ilyen impulzusszerű hatás éri, akkor fölkeményedik, és így elosztja a érkező erőhatást a protektor felületén. És rögtön utána ezred másodperccel később ismét visszalágyul, tehát megint tudsz benne mozogni, miután estére jó nagyot. Ugyanilyen van a vállban, illetve a könyöknél. Na és akkor még egy utolsó érzékeny pont, az pedig az ár. Véleményünk szerint egyébként az ára az lesz az egyik vonzereje, ugyanis aki nagyban gondolkodik, aki hosszatávon gondolkodik és olyan motorokkal jár, az valószínűleg nem fogja érdekelni, hogy erre a jackire vagy erre a setre egy komolyabb összeget kell áldoznia. Ez a termék a Climb termékpalettájának a csúcsát képviseli, vagy a csúcsa alatt egyeli terméket képviseli, 329 000 forint a jacki. Ebben ez a rész, amit láttok most rajtam, nincs aláöltöző, a protektorok viszont benne vannak. Ha aláöltözőt veszel, az aláöltözők azok ilyen 29 ezer forint körül vannak, a közép réteg pedig, ami önálló szabadidő ruhaként is viselhető, az pedig így közelíti a 40 ezeret. Ezeket majd pontosan, amikor teszteljük őket, akkor meg fogjuk mondani, hogy az aktuális áron akkor éppen mennyibe fognak kerülni. Mostani árakat így nagyjából satszolva mondtuk, kivéve a jackért, ez valóban 329 ezer forint. Magyarul ez azt jelenti, hogy ez a motom itthon felelhető motoros felszerelések abszolút high-endjéhez tartozik. Ennyi, visszatérünk később a tapasztalatokkal. Sziasztok!